Ismét emelkedni kezdett a koronavírus jelenléte a Szennyvízben. Müller Cecília szerint a járvány negyedik hullámának küszöbén áll az ország. Egy nap alatt 134 új fertőzöttet igazoltak, és meghalt egy ember. 92 beteget ápolnak kórházban, közülük 13-an vannak lélegeztetőgépen. Itthon is terjed a koronavírus úgynevezett delta variánsa, az oltási hajlandóság viszont csekély. Tele volt a váró egy miskolci kórház oltópontján, nyugati vakcinára vártak. A harmadik oltásra jelentkező kivált kép. Újfehértón a házi orvos szerint egyetlen oltóanyag sincs a rendelőben, de nem is nagyon keresik. Egyértelműen mondhatom, hogy nagyon gyenge az érdeklődés. A házi orvos nyilvántartása szerint az ott élők kevesebb, mint a fele van beoltva. Sajnos nagyon-nagyon várható, hogy a negyedik hullám be fog köszönteni, nagy valószínűséggel heteken belül, és én reménykedem, hogy a betegek ezt komolyan fogják venni, és még nem lesz késő, és fog növekedni az oltakozási kedvük, szándékuk, hajlamuk. Az egy évvel korábbi adatokhoz képest most több az új fertőzött, többen vannak kórházban és lélegeztetőgépen, valamint jóval több az aktív fertőzöttek száma is, ami Veltner János szerint adminisztrációs pontatlanság is lehet. Ez így nem jó. A sebész orvos a járvány kezdetétől dokumentálja a napi adatokat. Szerinte az átoltottság nem indokolja a lazaságot. A kockázata a lakosságnak most is jelentős, és félő, hogy a számokban ugyan van egy kis eltérés tavalyhoz képest, de a tendencia az növekvő, és ezért könnyen felütheti a fejét az a bizonyos negyedik hullám, amire az ország többé-kevésbé készül is. A Szegedi Tudományegyetem járvány matematikai kutatócsoportja ismét látványos hőtérképet készített, amelyen a sárgább árnyalat időben és korcsoportonként a magasabb esetszámot jelöli. Ez az ábra viszont világosan szemlélteti, hogy tavaly augusztushoz képest most több az új fertőzött, különösen a 20-29 éves korosztályban. Folyamatosan lehet regisztrálni. Müller Cecília az állami televízióban azt mondta, ne ringassuk magunkat abba a hitbe, hogy kialakul a nyári immunitás. Akkor csökken a fertőzések száma, ha egyénenként válunk védetté az oltás révén. Az átimmunizáltak közül ugyanis csak kevesen fertőződnek meg. Mindösszesen 0,2%-a az oltott személyeknek válik ismételten pozitívvá. És nem véletlenül fogalmazok így, hiszen ez a pozitivitás, ez klinikailag jellemzően egy nagyon enyhe tünetekkel járó megbetegedést okoz. Kérdésünkre a koronavírus sajtóközpont azt közölte, hogy a mostani fertőzéseket már nagy számban a rendkívül ragályos delta vírus mutáns okozza. A kormány arra kéri a beoltatlanokat, hogy vegyék fel az oltást.